utolsó törökországi ellenfelünk a japán Shonan Belmare együttese volt. A zöld-fehérmezes Ferencváros, a Dibusz, Csilus, Batik, Nalepa, Bőnik, Gyömbér, Nagy Dániel, Varga, Gera, Hajnal, Laut összeállításban kezdte a mérkőzést. Az ázsiai csapat indította aktívabban a találkozót, ez a lendület számukra az egész első fél időben kitartott. Ezt jól jelzi a 30. percben Takajama veszélyes lövése, amit Dibusz hárított. A szünetben az eddig látott felkészülési mérkőzésekhez hasonlóan Tomászdal ezúttal is sort cserélt, így a Kuruc, Dilaver, Mateos, Csukics, Szomália, Ramirez, Busai, Kukurozovics, Lama, Nagy Dominik, Böde 11 folytatta a mérkőzést. A sortcsere rendkívül jó hatással volt a Ferencváros együttesére, hiszen sokkal agresszívabb és határozottabb lett a csapatjátéka. Ennek eredményeként az 55. percben Busai távoli lövését még védte a japán kapus, de Dilaver beadása után Nagy Dominik fejjel nem hibázott. A gól jó hatással volt a miénk játékára, hiszen innentől kezdve egyértelműen fölényben játszott a Fradi, a győzelmet pedig a hajrában sikerült bebiztosítani méghozzá többszörösen is. Elsőként a 81. percben Busai ugratta ki Bödét, aki a dán hóború után a japán Belmare ellen is a kapuba talált. Hat perccel később Kukurozovic szabadrúgása után Busai fejelte le a labdát Bödének, aki elleni erővel bombázott a kapuba. Ezzel viszont még nem volt vége a mérkőzésnek, hiszen egy perccel később Ramirez, Böde, Busai volt a labda útja, Attila pedig Bödéhez hasonlóan a dán hóború után a Shonan Belmare ellen is eredményes volt. Amikor már azt hihettük, hogy vége van a mérkőzésnek, akkor még egy lapáttal rátettek a zöldfehérek. Az íra a pontot Busai Attila tette fel, aki Böde Dánielhez hasonlóan 3 góllal zárta a törökországi edzőtábort.